már beszámoltunk a szovjetói nyomornegyedekről, és hogy milyen körülmények között élnek ott az emberek, akkor azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy megmutassuk Dél-Afrika másik arcát is. Azt gondolom, hogy ennél nyomósabb érvek nem kellenek arra, hogy miért szeretnek nagyon sokan mégis Dél-Afrikában élni. Ez elképesztő, a vízi nekiállt zuhanyozni a tengerparton. Csinálni? Zuhanyozni. Statívhoz zuhanyozni. Letusolja magát egy kis homokséta után. Statívot elülő. Kijöttünk ide stand-upolni, hát igen, nem egy rossz környezet. Mint a példa is mutatja, nincs olyan hideg, tehát nagyon sokan bemerészkednek most is a vízbe. Az, hogy én kabátban vagyok, az csak azt mutatja, hogy papírkutya vagyok, igazából nincs ilyen hideg, csak még nagyon korán van, és hogy kinéztem az erkélyen. Partra olyan borzongósnak tűnt, de jó az idő, és lehet, hogy ma is 27 fokra is fölmegy a hőmérséklet. A lobogó galléromat próbálja a vízire kapni, mert hogy nem tudom hány kilométer per órával fújhat a szélbe. Alig tudunk előre haladni. És közben összeszedtünk egy helyi inast is. Összeszedtünk közben egy helyi inast is, akivel cipeltetjük a statívot. Hát nézzem! Inas, tényleg inas, tényleg inas. Inas. Néha nem árt egy kis könnyítés, ilyenkor nem nekem kell cipelni. Nem, találok manpower-t. És néznek, és levágja a földre. Nem csak a biztonsági őrök sztrájkolnak már a Dél-Afrikában, hanem a statív cipelők is. A deltában érzem magam tengerparti környezetben. De ettől függetlenül baromi szép ez a város, és meleg szél fúj. Elnézést, kedves nézőink, ezt nem annyira fiatal, hogy a nem tengerparti környezetben játszolni. Nem azt mondtam. Tudom én, hogy tél van, de ez most ilyen széldelta. Ivott egy kicsit. Mindentől függetlenül meleg szél fúj, és ha meleg van, minden van.